Köszöntöm nézőnket, itt vagyunk a Tiszaugvari Általános Iskolán, és egy nagyon szép ünnepségen vagyunk túl, hiszen egy jelentős mennyiségű támogatást kapott az iskola. Dr. Kálai Mária kormány megbízottal beszélgetünk, a kezében szorongat egy brikettet, hiszen ilyen brikett adományt kapott az iskola. Ez egy nagyon különleges brikett, egy olyan programnak egy terméke, amely azt gondolom, hogy Európában is egyedülálló szociális program. Olyan program, hogy az Erzsébet utalványoknak az üzleti haszna tulajdonképpen visszaforog abban a rendszerben, amely egy páratlan szociális támogatási rendszer tesz lehetővé. Több lábon áll, hiszen egyik lába, hogy a gyerekek nyáron táborozhatnak, számtalan Erzsébet táborban vettek részt, számtalan olyan lehetőséget a kosárlabdától, a néptáncig, a kézművességtől, olyan családok gyermekei az országban, különösen a hátrányos helyzetű kistérségekből, akiknek nehézséget okozott volna egyébként családilag eljutni a Balatonhoz. Ezen túlmenően, hogyha körbe kérdezgetünk, akkor láthatunk egy csomó olyan osztályt, akik osztálykirándulásokon vettek részt, hiszen az osztálykirándulásokat is támogatja az Erzsébet program. Nagyon fontosnak tartja a Magyarország kormánya azt, hogy a családok megsegítésének minél több módját dolgozzuk ki, és ennek a felelősségteljes gondolkodásnak az egyik megvalósulása maga az Erzsébet program. Ez is egy gondolkodásmód, hogy magának az Erzsébet utalványoknak az újrahasznosításából születnek azok a brikettek, amely brikettek pályázat útján voltak elnyerhetők, és Tiszaigar pályázott. Tiszaigar egy néhány száz lelket számláló település, de a gondolkodásmódjában benne van az, lásd a közfoglalkoztatás gazdagságát például, benne van az, hogy hogyan lehet egy település önfenntartó, hogyan érezhet felelősséget, hogyan gondoskodhat az itt lakó emberekről, családokról, hogyan gondoskodhat polgárairól, és biztos vagyok benne, hogy ennek a gondolkodásnak a következménye ez a pályázat. És hát hál' Istennek ez a 27 tonna elnyert fűtőanyag vélhetően egész évvel biztosítja ennek a pici kis iskolának a fűtését, és lehetőséget teremt arra, hogy az így felszabaduló pénz az olyan dologra futhatja, mint például játékok vásárlása, nevelési eszközöknek a megvásárlása, vagy netán egy kirándulás, nem beszélve a településnek a költségvetését is mindenféleképpen gazdagítja. Szólnunk kell, még az Erzsébet programról beszéltünk a gyerekekről, de a gyerekeken túl nagyon sok nyugdíjas élt a lehetőséggel, hiszen maga a program vállalja azt, hogy a nyugdíjasok számára is lehetőséget teremt és támogatja a rekreációt, üdülést, de ugyanúgy támogatja a nagycsaládosokat, a fogyatékkal élőket, tehát nem véletlenül figyelemfelhívó egy Európában 10 milliós lakossághoz számítva egy rendkívül hatékony, nagyon sok embert érintő szociális program. 2 éves a program, bízunk abban, hogy ahogyan fejlődik, egyre gazdagodik, de az első 2 év sikere is azt gondolom magáért beszél. És hát bízunk abban, hogy most ugyan 100 tonnát osztottak szét, de jövőre még több lesz, és még több megyebeli iskola kaphat ebből. Nyilván bízunk abban, hogy Erzsébet utalványal minél többen élnek, minél többen vásárolnak, minél több munkáltató vásárol. Most már bekapcsolódott a szociális ellátások, és adhatók Erzsébet utalványba, és maga az a felelős gondolkodás, ahogyan itt hallhattuk a gyerekektől is versekben, gondolatokban, az a fajta környezetudatosság, újrahasznosítás, hogy így hasznosul, hogy ekkora mértékben, ilyen mértékben tud segíteni éppen ebben az évben iskolák a gyermekintézményeket. Köszönjük szépen! És köszönöm szépen! Szilány László polgármester úrral beszélgetünk így az adomány átvétele után. Gondolom, hogy nagyon örültek ennek a lehetőségnek, és éltek is ezzel a lehetőséggel. Hogyne maximálisan. Tehát amikor már a pályázat kiírása kerül, már akkor úgy gondoltuk, hogy megpróbáljuk, hogy az egész telet ennek az iskolának a fűtésére megoldjuk ezzel a papírbrikettel. Hál' Istennek nagyon örülünk neki, hogy igaz, hogy a tervezett mennyiséget nem kaptuk meg, amivel az egész tervet kiúztuk, de úgy gondolom, hogy ha egy enyhébb tél lesz, ez a mennyiség is bőven elegendő, hiszen azért a 100 tonna mennyiség, ami a pályázatban maximális keret volt, vagyis összkeret, ami pályázható volt, abból azért egy halmadát, 29 tonnát sikeresen megnyertünk, tehát ez úgy gondolom, hogy mindenképpen nagy segítség nekünk. Az önkormányzat egyébként már minden intézményben kiváltotta a gázfűtést, tehát mi így már gázszámlát nem fizetünk, minden intézményben bálás nagy tűzterű kazánjaink vannak, szalmabálával fűtünk. De így az iskolában most már így ki tudjuk próbálni magát ezt a Erzsébet utalványból készült papírbriketet is, és bízunk benne, hogy valóban sikeres lesz, és nagyon jó hőérzetet, illetve hőmérséket fogadni a gyerekeknek. Én azt kívánom, hogy jövőre is tudjanak ilyen lehetőségekkel élni, hiszen itt a gyerekek műsorában hallottuk, hogy azért ők is nagyon odafigyelnek a környezetre. Gondolom a műsor is éppen ez így lett összeállítva, de ők is nagyon várták, gondolom, ezt az adományt.
Igen, valóban, tehát azért egy ilyen pici település életében ez nagy dolog, hogy ilyen mennyiséget kaphat, hogy egyáltalán pályázatot nyer egy település, hiszen azért tudjuk, hogy hátrányos helyzetű kistérség települése, egyik legkisebb települése mi vagyunk, így tényleg azt mondom, hogy mindennek örülünk. A papírbriket dolog, ez igazából nekünk nem új keletű, tehát már az önkormányzat készített egy olyan 4 év óta próbálkozunk már papírbrikettel, ahol nekünk a startmunka folyik, tehát ott van egy központi épületünk, ott mi már ezzel fűtünk. Évek óta is nagyon-nagyon bevált, tehát nagyon jó hőmérséket ad, egyszerűen elkészíthető, és valóban az újrahasznosítás, tehát a környezetvédelem a másik fontos szerepe ennek a dolognak. Tehát nem csak, hogy jó meleget tudunk ebből a papírbriketből csinálni, hanem még az embereknek a szemléletét, a dolgozóink szemléletét is formálni tudjuk. Így már ők is tudják, hogy a papírt nem eldobni kell az utcán, hanem összegyűjteni, behozzák az önkormányzathoz, és újrahasznosítjuk fűtőanyaggá. Akkor én azt kell, hogy minél több ilyen alternatív fűtés lehetőséget próbáljanak ki, és ezzel is sokat spóroljanak, hiszen ezt a pénzt akkor másra tudják fordítani. Igen, valóban, tehát elmondhatom, hogy a szamabálás fűtés már a gázhoz képest is óriási költségcsökkentés jelentett, hiszen eddig az iskolának a gázszámlája, amíg gázzal fűtöttünk, olyan 300 000 forint volt havi szinten. Szamabálával való fűtés esetében ez lecsökkent olyan 50-60 ezer forintra. Ez már úgy gondolom, hogy azért jelentős mennyiség, de hát ott azért nekünk még sok munkánk van, tehát ha az üzemanyagot, illetve a egyéb díjakat vagy dolgokat kiszámoljuk, azért még mindig ez az 50-60 ezer forint jelentkezik, de így most, hogy teljes mértében 100%-os pályázaton sikerült ezt a papírbriketet megnyerni, így úgy gondolom, hogy ez a költség már teljesen meg fog szűnni az iskola vagy az intézménynek a költségei között, így valóban, ahogy itt hallottuk, ezeket a pénzeket már más irányba is tudjuk folytatni, tehát akár a gyerekeknek, akár táboroztatás, vagy kirándulás, vagy a könyvtár fejlesztésére oda tudjuk fordítani. Jó munkát kívánunk Önöknek! Köszönöm szépen én is és mindenkinek, és viszont kívánom! Az Erzsébet program szóvivője Nagy Anna, ön adta át jelképesen ezt a 29 tonna brikettet az iskolának. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon nagy lépés a település életében, de a program életében is, hiszen mondta, hogy most sokkal többet sikerült átadni, mint tavaly. Az elmúlt évben 70 tonna brikett készült, és ezt 5 iskolának adtuk oda. Az idén már 100 tonnáról beszélünk, hiszen az utalványok egyre népszerűbbek, egyre több fogy belőlük, és most már 7 iskola az, amelyik megkapta ezt a támogatást. Nagyon fontos az, hogy ezek olyan iskolák, akik a leghátrányosabb térségekben vannak. Tehát azok az iskolák, akik a leginkább rászorulnak egy ilyen segítségre. És bizony, amikor a fűtési költség több 100 000 forint egy télen, akkor nagyon nagy segítség az, ha ennek a felét, vagy akár több, mint a felét is meg tudják az iskolák spórolni. Itt elmondta, hogy ez csak egyetlen egy lépcsőfoka ennek a programnak, hiszen mellette azért üdültetés is van, családokra is gondolnak, tehát azt mondom, hogy ez egy nagyon fontos mindenki életében, és tulajdonképpen mindenkit érint valamilyen szinten. Nagyon sok embert érint ez a program, akár azért, mert ő részt vett benne, akár azért, mert a gyereke részt vett benne, akár azért, mert a szülei részt vettek benne. Tehát az elmúlt 2 évben, tehát idén is tavaly 260 ezer ember üdült, nyaralt velünk, óriási nagy szám. De valóban attól, hogy sokkal többen érintettek, ez a program sokkal több embert érint, mint 260 ezer ember. Hiszen voltak olyan gyerekek velünk táborozni, akik nem csak, hogy ők maguk először nyaraltak, de az egész családban nem fordult még elő az, hogy valaki eljusson a Balatonra. Tehát ezek a gyerekek nem csak saját magukat hozták oda, hanem egy kicsit a családjukat is hozták magukkal. És nagyon fontos az, hogy ebből a 260 ezer emberből 100 ezer a gyerek. Azok a gyerekek, akiknek nagyon nagy részük eddig teljesen elesett attól a lehetőségtől, hogy nyaralhasson. Hogy eltöltessen egy olyan hetet, amiben semmi gondjuk nincs, semmi otthoni problémájuk nincs, nem kell azzal foglalkozni, amik egyébként inkább már felnőtt problémák, hanem egy hétig csak gyerekek lehettek. És megtapasztalhatták azt, hogy mi az, amikor az ember csak gyerek, és semmi más nem csinál, mint játszik, örül a nyárnak, és élvezi azt, hogy most nyár van. Reméljük, hogy jövőre is lesz hasonló, és még több ilyen adomány. Azt kívánom, hogy legyen még sikeresebb a program, és még több munkáltató vásárolja a dolgozóinak ezt az utalványt, hiszen ezt így lehet visszaforgatni. Igen. Mindenképpen ez egy olyan lehetőség. Azt hiszem, ez a munkavállalóknak is egy jó lehetőség, hiszen az Erzsébet utalvány jelenleg az egyik legnépszerűbb kafetéria elem. A munkaadóknak is egy jó lehetőség, hiszen segít abban, hogy a munkavállalókat egyre jobban motiválják. És hát persze nagyon jó azoknak, akik ennek az utalványoknak a forgalmazásából olyan lehetőségekhez jutnak, mint például egy táborozás, mint például egy
üdülés, vagy akár például az, hogy 29 tonna briket eljut ide Tiszaig arra. Jó munkát kívánok önnek, és találkozzunk jövőre még több iskolában a megyében, aki sikeresen pályázott ilyen programra. Nagyon szépen köszönöm. Én remélem, hogy jövőre tovább fognak bővülni a lehetőségek, és remélem, hogy Tiszaigar mellett más iskola is eljut ide.